A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából, valamint az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 75 éves évfordulója tiszteletére a Zsidó Világkongresszus egyedi kezdeményezéssel fordult a világ zsidó közösségéhez. A felhívás arra vonatkozott, hogy minden közösség készítsen egy közös fényképet a településén lévő emlékhelyek előtt a We Remember, vagyis az Emlékezünk címszó megjelenítésével, amely címszó az auschwitzi deportálásra való megemlékezést jelenti. A kolozsvári zsidó hitközség is csatlakozott a kezdeményezéshez, a Karadzsiale parki holokauszt emlékműnél gyűlve össze, ahol el is készült a közös fotó azon mártírok emlékére, akiket a haláltáborokba deportáltak. A közös fénykép azonban a fiatal generációnak is szól, arra való felhívás, hogy harcoljunk a rasszizmus, a xenofóbia és az antiszemitizmus bármilyen formája ellen. Tulajdonképpen egy megemlékezés és egy tiltakozás a zsidó üldözések ellen, és minden évben ugyanazon a napon találkoznak az egész világon. Egyszer ezt a Nemzetközi Zsidó Világszövetség hirdeti meg, amit minden zsidó szervezet átvesz, így a federáció, a Romániai Zsidó Federáció, mi is, mint hitközség részt veszünk minden évben, és a cionista mozgalom, a romániai cionista mozgalom is szervezőként és kezdeményezőként vesz részt ebben a megemlékezésben, romániai viszonylatban, mi meg kolozsvári viszonylatban. A kolozsvári zsidó közösség itt készült közös fényképét a Románia szerte készült többi hasonló fotóval együtt a Zsidó Világkongresszushoz küldik, ahol begyűjtik a világ minden tájáról az emlékezés fotográfiáit.